Motár Péter a főszereplője a Katona József Színház zaklatási ügyének. A színházi és filmes rendezők közleményt adott ki. Ebben azt írja, egy évvel ezelőtt erkölcsileg elfogadhatatlan módon közeledett egy munkatársához. A Színház és Filmművészeti Egyetemen is tanító Gotár etikai vizsgálatot kért maga ellen. Az egyetem ezt haladéktalanul megkezdte. Egy évvel ezelőtt erkölcsileg elfogadhatatlan módon közeledtem színházunkban egy munkatársnőmhöz. Pár nappal később bocsánatot kértem és kaptam tőle. Gotár Péter közleményében állnak a következő mondatok. A rendező a Katona József Színházat kérte meg, közvetítse sorait, amelyben nyilvánosan is bocsánatot kért. Azt írta, nagyon sajnálja a történteket, ahogyan azt is, hogy nyers stílusával, rossz modorával vagy erkölcsileg kifogásolható viselkedésével valaha bárkit megbántott. Híradón kereste a színházat, szerettük volna megtudni, mi az álláspontjuk Gotár lépésével kapcsolatban, nem csak annyit közöltek, hogy jelenleg nem mondanak semmit. A Nemzet Művészet címmel kitüntetett Kossuth Díjas magyar filmrendező közleményének érdekessége, hogy csupán egyetlen esetről számol be, ami után az érintett munkatárstól, mint írja, bocsánatot kért és kapott. Ezzel szemben a Katona József Színház közleményében nem csak egy személyről van szó. Azt írták, a szerződéses munkatárs több esetben is erkölcsi határokat átlépő módon viselkedett a színház dolgozóival. A Magyar Színházi Társaság ügyvezetője azt mondta, örülnek, hogy Gotár Péter nyilvánosság elé állt, mert ezzel véget vetett a találgatásoknak. Ez egy olyan ügy, ami az adott színház és az érintett rendezőnek az ügye. A színház készített már 2 évvel ezelőtt egy olyan rendeletet, ami annak alapján most eljártak, lefolytatták a vizsgálatot, levonták a következtetést, megtették a lépéseket. A Színházi Társaságnak szerintem nem gondolom, hogy bármit tennie kellene. Gotár Péter megkereste a Színház és Filmművészeti Egyetem vezetőjét és etikai vizsgálatot kért maga ellen. Az egyetem közleményében az áll, a vezetőség haladéktalanul kezdeményezte eseti etikai bizottság felállítását. A vizsgálat eredményéről a közvéleményt is tájékoztatják.